10 helyszínen 40 ingyenesen látogatható programmal idén Szegeden rendezik meg a katolikus társadalmi napokat. A hivatalos megnyitó előtti első eseményt Simon András grafikus művész társadalmi témákat érintő egyvonalas alkotásaiból álló kiállítás képezte a Somogyi Könyvtárban. A művésszel dr. Tordai Attila teológus, Esperes plébános beszélgetett. Én, mint érzelmi beállítottságú ember, aki társaságra vágyik, és jó társaságra, talán azért tartom fontosnak, hogy jó emberek, hasonló gondolkodású, hasonló célokat megfogalmazó emberek találkoznak, kicserélik a gondolataikat, megerősítik egymást emberi értékeikben és a céljaikban. Egyébként a mozgalmak enélkül, a belső motiváció nélkül, hogy beszéljünk egymással, hogy találkozzunk, hogy összefogjunk, csupán szólamokkal teli előadásokká válnak, mert ugye sokszor eltelnek konferenciák anélkül, hogy valódi foganatja lenne annak az eseménynek. Úgyhogy ezt ezért tartom fontosnak, meg hát az egyház megmutatja, hogy ő hogyan gondolkodik, hogy társadalmi problémákra hogyan válaszol. És akkor, mikor ezt felmutatják a vezetőink, akkor tudunk hozzá csatlakozni, ki tudjuk egészíteni ötleteinkkel, el tudjuk mondani a tapasztalatainkat. Tehát ez egy nagyszerű dolog. Simon András isteni áldásként éli meg mindazt az erőt és tehetséget, amely által a művei megszületnek. Én tankönyvillusztrátorként dolgoztam, és bár az volt az életem vágya és célja, hogy végre grafikusként dolgozzak, rá kellett arra jönnöm, hogy tankönyv illusztrátorként én nem tudom a saját érzéseimet és a gondolataimat kifejezni, mert mindig a megbízóim gondolatait kell lerajzolnom. És ebbe 28 tankönyv megrajzolása után én belekezdtem őrülni, és egy óriási krízisbe jutottam. Tehát annyira megcsömörlöttem, hogy mást rajzoljak, mint amit szeretnék, hogy nem tudtam újra a kezembe venni a ceruzát. De hát ez nagyon problémás volt, mert közben két gyerek ellátásáról kellett már gondoskodni. Két gyerekes szülők voltunk a feleségemmel. És annyira sarokba szorított ez a probléma, hogy azt mondtam magamban, hogy én rajtam most már tényleg csak az Isten segíthet. És akkor megkértem az atyát, és azt az imádságot mondtam, hogy édes Istenem, kérlek, könyörülj rajtam, én szeretnék művész lenni, de nem tudom, hogy van-e hozzá elég tehetségem. Kérlek, hogy a te végtelen gazdagságodból adjál nekem tehetséget, és én azt tudom felajánlani, ha ezt megadod, akkor attól kezdve én nem a magam dicsőségét fogom keresni, hanem a tiedet. Tehát gyakorlatilag ennek az imádságnak az elmondása után kezdett bennem érlelődni az, hogy én belőlem majd valamikor keresztény művész fog válni. De hát igazából ez akkor fejeződött be, vagy kezdődött el az a folyamat gyakorlatilag, amikor a Jóisten egy imádságon és egy utána következő rajzoláson keresztül ezt a tehetséget valóban elérhetővé tette számomra, mert teljesen másképp kezdtem el rajzolni ennek az imádságnak az elmondása után, és akkor eszembe kellett, hogy vegyem, gyakorlatilag megtapasztaltam, hogy megkaptam ezt a tehetséget, amire vágytam. És akkor már teljesen egyértelmű volt a motiváció, hogy annyira boldog voltam ettől a tehetségtől, és ez még nem az egyvonalas stílus volt, hogy azt mondtam, nekem most már az a kutya kötelességem, hogy ígéretemet betartsva Jóisten szolgáljam a grafikáimmal, és így elkezdtem a Bibliát illusztrálni, aztán később Isten megajándékozott ezzel az egyvonalas stílussal. A Család Isten Otthona című kiállítás két részre osztható. Az egyik oldal grafikálja a pozitív dolgokat, míg a másik a nehézségeket hordozza magában. A család, ahogy az ön számára is, meg talán minden egészséges lelkű ember számára az életnek a bölcsője. Én nekem nagyon jó szüleim voltak, én meleg, szeretetteljes családi légkörben nőttem fel, és hála Istennek elmondhatom talán a gyerekeim helyett is, hogy ők is egy ilyen légkörben nőttek fel. És ezt az örömet, ami sokszor egyébként terhelve volt gondokkal, megérhetési, lelki, egzisztenciális gondokkal is, de ezt az örömet szerettem volna bemutatni. Vannak itt olyan képek is, ahol látszik, hogy a családfő azért erősen elgondolkodik, hogy hogyan is tartsa el a családját, de közben összetartja, átöleli őket, és egységben vannak. És hát ez, mivel társadalmi napokat élünk most, és ünneplünk, és erről beszélünk, ez hozzátartozik ahhoz, hogy a katolikus társadalomhoz, meg az emberi társadalomhoz, hogy nehéz időket élünk, hogyan
tudjuk megtartani a lelki békénket, anélkül, hogy szétesne a család. Mert aki ugye az anyagi értékeket teszi elsőre, tartja fontosabbnak, az mindenképpen folyamatosan most veszteséget él át. Ebből a negatív érzésből csak úgy lehet kimenekülni, ha az ember felerősíti a szeretet kapcsolatait, és észbe és lélekbe veszi azt, hogy igazából a lelki kapcsolatok tartanak meg családon belül is, nem pedig az anyagi érdekek. A grafikák között található egy részdomborítás is, amelynek a megszokottól eltérő története van. Az úr súlyos bűnök elkövetése miatt hosszú börtönbüntetését tölti a börtönben, de ott, sőt már a börtön viselt élete előtt is igazából Istenhez közelítő ember volt, de a börtönben a Jóisten nagyon mélyen megérintette a lelkét, és ő egy megtért keresztény emberré vált, aki viseli a tetteinek a felelősségét, nem kisebbíti, és úgy érzi, hogy meg is érdemli ezt a büntetést. De Jóisten adott neki egy olyan karizmát, egy olyan tehetséget, hogy a kezével nagyon ügyesen tud részdomborításokat végezni, és az ő segítő börtön lelkész kérdezte meg tőlem, hogy megengedem-e, hogy ez a Kovács Mihály nevű fogvatartott az Öröm útja című sorozatomat részdomborításban megvalósítsa. Nagyon szépen megcsinálta, és most azóta egy ilyen általam még személyesen nem ismert emberrel állok kapcsolatban, akinek egy nagyon kedves szegedi ismerős családon keresztül grafikákat adok, és ők nagyon régóta már is tápolják, szeretgetik, leveleznek vele, és én remélem, hogy ez a Kovács Mihály, akinek az önéletrajzi könyvét most éppen lehet is itt kapni, be fog tudni illeszkedni újra a társadalomba, és azt a szeretetet, amit ő most valóban ott átél Istennel a börtönben, ezt majd másoknak is át tudja adni.